Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás január 11-én. Mielőtt kezdenék ezzel a jóslással, szeretném ezt a Valentin napot megemlíteni, mert lesz egy új akció. Ebben az akcióban van egy szerelmi kirakás, egy szerelmi jóslás, és ehhez asztrológia. Mégpedig összehasonlítom kettőtök horoszkópiát. Ehhez kérném a születési adatokat. Én tudom, hogy így január közepe felé túl korai a Valentin napról beszélni, de én ezt most indítom, ezt az akciót, mert rengetegen keresnek, telefonon is jósoltatnak velem, és ez eltart egy ideig, amíg a videókat elkészítem. Ha most időben megrendelitek, akkor megkapjátok február 14-éig. A díjam 5000 forint. Ebben benne van a jóslás és az asztrológia elemzés is. És most ez a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. Ezen a kártyán láthatóak az érmék. Ez utal anyagi dolgokra, utal a munkahelyére, de az értékekre is. Ezek lehetnek belső értékek. Ő elgondolkozik azon, mi vagy ki értékes számára. Az ötös szám jelentheti azt, hogy ő valamit le akar zárni, vagy be akar fejezni, és egy új irányba tekint. Ez utalhat egy munkahelyi változásra, de ő fél ettől az új kezdettől. Ezek még nem lépések, csupán tervek. Ha megtekintjük ezt a képet, itt látunk egy fiatal lányt, a kezében van egy érem. Ami a háttérben van, azt észre sem veszi. Ez a kislány nézi ezt az egyetlen érmét, és úgy gondolja, ez az utolsó, és fél attól, hogy ezt elveszíti. Ennek a kártyának van szimbolikus jelentése, és mutatja az ő gondolatait. De neki más irányba kellene tekintenie, és észrevenni a háttérben ezt a szent képet, mert ott vannak az érmék. És akkor megtalálja az értékeket, vagy a hivatását. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A kettes szám ezen a képen utalhat egy szerződésre, és itt tekint egy új irányba. Ez lehet egy munkahelyi változás. A kettes szám utal párkapcsolatra is, te és ő, de ő szeretne egy új kezdetet. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a kép mutatja, hogy minden úgy a feje tetejére állt, és ő elveszíti a talajt a lába alól. De ezt a kártyát meg lehet fordítani, akkor egészen másképp tűnik ez a kép. Ti is láthatjátok ezen a képen, hogy minden úgy megváltozott. Ez egy elegáns mozdulat, olyan, mint egy balett táncos, itt nincsenek nehézségek. Itt érezhető a könnyűség, és ami még fontos, a lába eléri a talajt. Tehát tényleg van talaj a lába alatt.
Neki másképp kellene nézni a dolgokat, ugyanúgy, mint a felső kép is mutatja nem ezt az egy érmét, hanem azt, ami a háttérben van, itt vannak lehetőségek. A következő kártya mutatja a napi energiát. Ez a lilium utal a tisztaságra, az ártatlanságra, itt rendeződik körülöttetek valami. A lenormált kártyáknál a lilium jelenti a testi kapcsolatot is. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, de megvan arra lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500, és most ez a kedvezmény a Valentintág napjának az akciója. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!